Hozzuk az asztal. Remélem van annyi nekem még. Keresek. Kéne borítsd már? Ilyen. Nem Bútor kell. Ilyen. Nem kell egyé. No. Nem kell ezen egy kilódni. De jó meleg hely. Ebből ezt megeszem, most ebből szedek magam egy kis káposztát. Sziasztok! Nem kell már neked kínai. De kell, viszek haza kínai. De otthon megeszem. Ide van. Nem. Még eszek otthon kínait, viszek haza. A kicsit hát, a nem sok. Sziasztok, babám! Szia. Mostanában nagyon kívánom a kajákat. Remélem, rá gondolok az ennivalóra, az tésőt. Sziasztok! Csókolok benneteket, Egerbe vagyunk, itt vagyunk a sétálón. A falánk Fanniba. Sziasztok! Sziasztok! Van itt töltött káposzta, apró káposztával, brassói, akkor ilyen zöldségleves, csirkeragúleves, bográcsgulyás, sütemény. Úgyhogy ez a falánk Fanni. Úgyhogy ez a falánk Fanni. Jó itt vágyat, köszönjük, csókolom a széteket. Köszönjük szépen. Köszönjük. De jó, jó, forró. Na most már nem fúj annyira a szél. Sziasztok, köszönöm, köszönjük. Hú, de guszta minden, jó itt vágyat, köszönjük. Jó, meleg lett a leves. De igen, jó. Nagyon jó. Forró. Így szeressünk. Mondtam, hogy visszajövünk. Köszönöm, Edith. Itt nagyon jól főznek. A leves, ja, hogy is kenyér. Nagyon pillanat. Most kapcsolok. Kapcsolj. Megégett a nyelvem. Azt ne, ne égesd a nyelvedet, azt ne. Jó tudod lenni azt a forró leves. Sziasztok, köszönöm, Márián. Forró, nagyon. Kell a bőszivány? Egyen, egri vagyok, és én is szoktam hogy vásárolni, olcsó és finom minden, főleg a sütik, igen. Nagyon tiszta hercegnő vagy. Köszönjük, igazi házias. Köszi, de kedves vagy. Sziasztok! Jó, no. Ide szoktunk jönni elmúlt, meg szerettem nagyon fent a plázába a kínai, meg azt a kínai savanyú levest. Meli, de jó újra látni. Ő étvágyat hozzá. Falkó is azt eszik. Igen, ő bográcsgulyást eszik, meg töltött káposztát, apró káposztával. Tudjátok, Genesefa. Ó, jó tűzforró. Ez finom. Na, ügyesen, nyomosod a káposztán. Mindjárt, mert ezt tedd át oda. Ez csirkeragú levest. Na, hát akkor átfordítom a kamerát, úgy mutatom meg neked. Töltött káposzta, apró káposztával. Na, mondjuk a töltés nem látszik, de majd mindjárt megmutassa. Na. Pont azt főztél, a csirkeragú leves, tehát ez nagyon jó. Az a leves nagyon finom. Sziasztok, sziasztok. Egerben ez az egyik legjobb hely. Az biztos. Komolyan.
Igen, az egyik egyébként. Na, jó nagy adag, jó étvágyat, hú, de Gusta, imádom, jó étvágyat, legyetek szerencsések, köszönjük szépen, Ricsikék, viszont kívánjuk. Hát, emberes adagot kért. Azt is kapott. Szép, lassan egy én angyol. Jó ízű, na, milyen? Kés kell kérnem. Ja, tényleg, nem adta? És tényleg jó. Ennek az a neve Falánkfanni Eger, sétáló út. Nem szoktunk rátenni tejfölt. Lázába be akarok még menni. Kínai kaját veszel nekem? Nem kell, majd megeszem. De otthonra. Én annyira éhes vagyok még később. Sziasztok. Ebbe a szés éjjében minket te. Nedik. Hon adagot kérte? Pillanat, mi elfelejtettem. Fáj? Közbe. Egyé, jó, hogy fájott. Vigyázz, mert forró. Az, hogy nem meleg. Nem meleg? Na, nekem meg a leves olyan meleg, mint a tűz. Az azt, hogy nem forró. Hiányolom a főzés videókat, kedves, pedig szoktam fetleni, meg főztem, akkor is ment voltam meg. Csináltam a paradicsomos húsgombócot, akkor is. Majd receptet teszek ki, megint. Jó salátát akarok csinálni, mutatok majd. Hoppá, mutatok majd nektek egy tavaszi salátát. Ha jobban néz ki, amit te főzöl. Köszönöm, Barbie! Na, ez a leves tényleg finom. A zöld borsó amúgy mindennek megadja az ízét. Nagyon jó. Szép lassan óta. Mindig jó ebédet találsz ki, mindig megcsinálom. Na de jó, örülök neki, Rebekám. Egészségetekre. Töltött paprika receptet tedd fel, léci. Töltött paprikásat. Van fent pedig paradicsom szósz húsgombóccal töltött paprika. Van fent a TikTokon. Meg a YouTube. A YouTube-on fent van. Azt most tettem ki két napja. YouTube-on fent van minden szóról szóra. Nem mentem ajaktöltésre. 16-án kell mennem. Milyen jó? Jó. Jó, hát. 16-án. Sziasztok! Köszönöm, drága, akkor igen, rákeresek, szeretnék hétvégén főzni. Zsuzsám, LM Melinda, YouTube, fent van. De itt is fent van a TikTokon, ha itt hamarabb megtalálod, akkor itt is jó. Köszönöm szépen, Lucília, csirke ragúleves. Szedjél már kicsit, babám. Szedjél már
kicsi. Nem kell, megadom. Nehogy már, nekem nem kell el, nekem ne tedd elébe most a nagy kanyakat. Azt ne törd szét, az elég nekem. Nem hiszem el. Ennyit ide adol nekem? De miért? Jó voltam. Habos sütemény. Ezt várta. Yeah, kolbász. Névkártya. Mi? Névkártya. És nem hozott ilyen. Jó éjszakát kívánok nektek. Viszont, amikor ti esztek, nekem is mindig neki kell állnom, enni mi? Jó étvágyat mindenkinek. Nem fáj ez az ajaktöltés. Nem második, negyedik töltésem lesz. Szia Tündiké, megyem a szívedet. Itt van a rengeteg káposzta. De én nem tudok kanállal lenni. Hozzá kviláciát. Kanállal nem bírok enni. Sziasztok! Szia Antónia! Repülj! Száj! Hol vagytok éppen? Egerbe vagyunk a Falágfandiba. De drága asszony, Meli, imádlak, meg olyan szép vagy. Köszönöm, drágám! Puszillak, édesem, kedvesek vagytok. Mennyibe kerül a töltés? Hát most itt 70 ezer. Kihez jársz tölteni, hogy nem fáj? Nem fáj, sehol sem nem fáj, senkinél nem fáj. Pesten sem fájt. Ez most van a harmadik töltése, meg volt, és most megyek a negyedik töltés. Hát eljutottunk, úgy volt, hogy lementünk Dormándra, de köszönöm, babám, de itt lyukadtunk ki Egerbe, mert mondom, már úgyse főzünk ma semmit. Ja. Finom. Mert mostanában eszek, aztán nem telek el. Utána ja, már megint éhes vagyok. Igen. Na, hova tettem a papír? Na, megvan, hagyjad. Megvan, magam. Ez is elég nekem. Sziasztok! Na ezt most nem látják, felállt neked villát hozni, csak azt, hogy a falkugra. Na látjátok, oda-vissza. Ja, értelek! Hogy? Hogy most ezt nem látták, hogy felálltál nekem villát hozni, mert csak te ugráltatol, engem annyit látnak. Ahogy ugráltatok. Nem, én Dormántról nézlek. Na, Rozi. Hát ott voltunk, onnan jöttünk ide Dormántról, csókollak. Itt a jó igazi töltés, de szeretem a töltött káposztát. A kedvencem amúgy a töltött káposzta. Imádom, jó van, nincs benne sok töltés, de szeretem. Ez mi benne? Ja? Igen. Németbe is jöhetnénk, mehetnénk főzni, na. Külföldön még sose voltam. Jó. Csak lássátok, itt tesznek bele piros paprikát. Én meg nem szoktam. Köszi Évám a rózsát, puszilla. Te jobbat főzöl, kedves. De kedves vagy. De kedves vagy, köszönöm. Itt élünk, innen nézlek, Németbe. Németbe vagy, igaz? De jó amúgy nektek, de jó. Külföldön, Németbe. Legjobb ezt terhesen nézni. Csorog, az szép akkor, ha terhesen. Jó mondja, azt mondja, legjobb ezt terhesen. Hát nem a legjobb, mi? Ja, igen. Nem vagyok terhes. Most síptam hozzá egy kis zsömlét. Mert eléggé zsíros így itt. Ja, szókozom, legyed veszve. Hát, csíptam hozzá most egy kis zsemjét. Mm.
Gyertek Angliába, meghívlak benneteket. De jó lenne Angliába. Kaprossal még nem. De a kapor szerintem nem rontja el. Nem próbáltam kaporral, de biztos, hogy jó vele. Mi itt Svájcban, na, vagy mi kint élünk, de ugyanúgy esszük a magyar ételeket, imádom, Svájcba. Voltál Halmajon? Ott lakok. Én ott lakok. Bulit mondod, hogy voltunk-e Halmajon buliba? Ott lakunk. Most hogy nem hízom? Hát azért este nem eszek ám, igaz? Azért este nem eszek ám, mert tornáztam is tegnap is. Ez mi volt? Én meg eszem itt közben a salátákat, jó étvágyat. Neked is jó étvágyat, DJ, hozzám. Azt akarok kirakni majd egy jó salátát. Salátát akarok csinálni. Egy jó, igazi, tavaszi, nyári salátát. Londonból nézel, Vivikém, csókollak. Hát most 9 hónap telt el, hogy nem töltöttem, mert várjál már, múlt hónap, múlt év, hát már van 9 hónapja, hogy töltöttem a számot. 9 hónapja, gyerekek. Nem, látjátok, én ehhez sem eszek kenyeret amúgy. Ez töltött káposzta. Amúgy jó, kis könnyű. Ezt tette, töltött káposztát. Mennyibe kerül a káposzta, azt nem tudom. Hát azt nem tudom, hogy külön a káposzta mennyi. Jó laktál? Aha. Egészséged, és egyre sütemény. Nem, egyen. Hírus tányhoz neked. Öcsém, megöltél egy tál káposztát meg. Beszélgetés közben én is se vettem. Én kenyér nélkül eszem. Vakerázott, mivel még hozzatni is kell. Nem. Nem tudom. Jó, szeretem. A Zoé, szép név. Nem kell rá tejfő. Tejfő felfúj. Amúgy az töltött káposztára, akik tesznek tejfőt, azért fújódnak fel. Végül valaki normálisan kajál. No, köszönöm. Mi? Szóval észre sem veszem, hogy egy fazékkal becsúszik. Az jó. Igaz? Beszélgetés közben bebeszél magába, hogy mi van. Beszélgetek, ha biszti, guszti. Alig eszünk, lát, hallod? Alig eszek. Alig eszünk valamit. Ma mit ettem? Halat. Afrikai harcsát. Afrikai harcsát ettünk ma. Meg most ezt. Csak megkóstoltam, mondom, milyen már azért, hogy hogy érezzem, mert egy kicsit úgy elment a ízlelőm, most többször meg kell kóstolni. Kell még babám, odaadom. Nem kell, egyéb. Beszélgessél szép nyugodtan.
Szokás szerint leettem magam. No. Eger. Eger. Halánk fanni. Kitisztítom a nadrágom. Eger. Nem kell, jó van ez itt. Eger, falánk fanni. Jó van, majd kimosom. Ez a falánk fanni a sétáló úton. Baktáli. Nagyon jó ilyet. Hallani, hogy ilyen szépen és kedvesen beszél veled a párod. Hát igen, így szoktunk beszélgetni egymással. Valamikor így, valamikor nem. Hát igen. Van, amikor nem így. Folyamatosan ségünk mindig szépen. Kell durvábban is, hogy hát tudja, hol a helye. No, anyám, mintha fontos volna. Hát tudjuk, hogy hol a helye. Nem kell, nem igaz? Nem kell durván beszélni soha. Bármikor nézlek, ne lesek. Melegség tölti el a szívemet. Nagyon dekoratív és csinos vagy. Jaj, Renáltam, egyem a szívedet. Kuszilla. Tényleg, olyan fiatalosak vagytok, nagyon szép és vagány pár vagytok. Puszilla, puse. Ez a tisztelet egymás iránt néha harcolni is kell. Így van. Mint ha, így van. Egyéb más is. Így van. Mi harcunkra ne legyetek kíváncsiak. Mi harcolunk. De fiatal vagy. Di. Köszönöm, Timi. Még egy adagot az őknek, káposztából. A töltött káposzta kedvencem. Legyen szíves. Amúgy, azt ezzel variál. Nem. Kérek még egyet adagot. Csing-csung-csung-csung-csung. Milóg itt. Kíváncsi lennék. Hát azt megnézhetnétek, amikor mi összecsapunk. Kíváncsiak lennek arra, amikor mi harcba vagyunk. Semmi. Mortal Kombat, tudjátok? Könyök. Van ez a Mortal Kombat játék. Tudod, amikor ja. Na, ugyanazt képzeljétek el, csak élőbe. Ő a Sub-Zero. Én meg hogy hívják azt a nőt benne? Ez Sári. Abba Sári. Na, mert hogy elfeltettem a nevét annak a nőnek. Kitana, azaz, én vagyok a Kitana. Ő meg a Sub-Zero. Sub-Zero. Kitana, pontosan. Kitana minden. Így van, lemegyek hídba, azt pörgőbe rúgom fel a felvállát. Igaz, ő meg a Sub-Zero. Sub? El is tűntem. A Sub-Zero el is tud tűnni, igaz, ő el is tud. Tényleg el tud tűnni, azt akkor a másik oldalra megy. Sub-Sub, kendezsup. Finomabb, mint amit te főzöl. Nem. Hát amit a legutóbb csináltam, töltött káposztát apróval. Milyen volt? Nagyon jó. Nagyon jó volt, hát. Nagyon jó volt. Miért nem skorpió? Vagy az? Vagy az a Rében, vagy Réden? Vagy hogy hívják? Tudjátok? Uh-huh. Így van, Zsuzsikám. Jól mondod, a nyilas és a mérre jó passzol, tűz és levegő. Melyik helyen vagytok? Falánk Fanniba vagyunk, Eger. De fainak vagytok, Isten, nem több kellene belőletek. Jaj, de kedves vagy, Szilviám. Köszönjük. Úgy neked indián neved? Nem tudom. Van indián neved? Nagy húzat. Látogoljuk. Mondom, nagy húzat. Ennyi. Nem eszek, na. Jaj,
Edd már meg életet. Már nem fér belém. Na, egészségesen. Köszönöm szépen. Tessék. Süt. Thank you. Ah, már nem kell, azt az szokott elrontani. Edd meg. Azt szokta, na akkor szoktam meg bekucsolni. Így van. El kell mennem Egerból, töltött káposztát tegyek étterembe, felénk sehó sincs. Ide gyere a falánk Faniba. Lássátok, az adatkeretem már le is ment. Sziasztok! Itt lehet enni. Edd meg azt a kis sütit még. Nem drága hely. Nem drága hely, mi az neve az étteremnek? Falánk Fanni. Na, két nagy töltés, két nagy töltött káposzta, rengeteg apró káposztával, egy nagy adag brassói, egy adag bogrács gulyás, egy adag csirkesert raguleves, ásványvíz, sütemény, 4880. Nagyon jó. Ennyi. Ja, mert még két zsömle. Ja, ebben benne van még két zsömle is. Jó, ugye, hogy jó? Nagyon jó. Az nagyon jó. És a lényeg az egészben, hogy finom. Finom, házias. Ez komoly, látod? Ezt kérdezik, hogy ez most komoly? 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 Komoly. Nem viccelek, megéri. Igen. Hát most Eger tőlünk majd 50 kilométerre, képesek vagyunk lejönni. Amúgy. Bizony, és egy nagy adag brassó. És sétáló. Két ilyen töltött káposzta láttátok apróval. Két leves, két zsömle, sütemény, ásványvíz. 4880. És a környezet is jó. Lehetetlen. Hát pedig annyi. Nálunk ez 25 ezer, írja Zsani. És még hagyd maradni is egy kicsi benne, nem bírjuk már megenni. De láttátok, 4800 forint leves, két leves, két fő innivaló, két zsemle, meg még desszert. A desszertet kihagytad, meg még a két zsömlét, meg még a vizet, Nikolett. Egyáltalán nem sok. Megmutatom. Na most ezt jobban hangozzuk amúgy. Falánk Fanni, legközelebb, kedves Vini. Átfordítom a kamerát. Itt vagyunk, ilyen. Ez itt a Falánk Fanni. Vannak a sütik. Itt vannak a savanyúk. Bocsi, köszi. Meg kell mutatnom az ételeket, nem baj? Na, megy. Köszi az ajándékon. Na, ilyen finomságok vannak. Csinálunk, jó, rendben van, mindjárt átmutatom. Meg most is bemutattam. Várjatok. Mindig máshol van minden. De csináljunk itt a Fanniba. Másik irányban jön. Jó. Én is köszönöm. Puszi, szia! Na, gyerekek! Megmutattam bele. Igen, elviselhetek. Na, mi ide beugrok, nincs mese, ennem kell. Tényleg megéri. Mi voltunk itt arányában egész jó a kaja. Jó, igen. Ó, nagyon. Én igen, tudom, de ez kevés. Na, mi? Hát ez igen, sok mindenből lehet ott választani. Finomak vannak, finomak az ételek. Nagyon jó néz ki minden. Gőzgombóc is van. Itt van ez az, ezen meg minden rajta van.
Most 12 féle menü van feltüntetve. Gyerekek, 12 féle menü van itt. Na, akkor olvassátok el, hogy így lehet strapocska, minden van, gyerekek. Így mi. Látjátok? 7, 8, 9, 12 ajánlat van így menübe. 12 menü hol van? 12 menüből lehet választani. Van pacal is. Portobágyi húsos palacsinta. Házi Stefánia. Rakott kell káposzta. Minden csőben sült hal filé. Gyerekek, van minden. Hát azért szerintem igen, eger. Jó, pacal az az igazi 79-eseknek. Imádom a pacalt én is. Na, strapacska a kedvencem. Ó, az is nagyon, olyan milyen malacólat hagytunk itt. Gyerekek, lement már most az adatkeretem elég szépen. Na, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen a finom ebédhez való hozzászólásokat. Itt összepakolunk, összerámolunk, és utána indulunk utunkra. Sziasztok! Puszipál mindenkinek!